Hogy miről fog szólni az anime? Shikakumon no Saikyo Kenja. Van egy világ, ahol valamiért nem a pénz, hanem a születésedkor kapott óvodás jelet határoz meg téged a társadalomban. Szóval, hogyha bökő volt a jeled, mehetsz a blahára zsebtolvajkodni, viszont hogyha kapa, akkor meg mész földet túlni paraszt. Ebben a világban születik több száz év után újra egy hatalmas mágus, Hildes Heimerdinger Matthias néven. Ráadásul egy nemesi családban is. És elkezd iskolába járni, ja, mert úgy néz ki, hogy anélkül nem lehet senki sem normális mágus. De mivel a csávó egy baszó gép, ezért még a sötét erők megjelenése előtt elvégzi azt a mágusovit. Amúgy az van, hogy a trailer alapján egy korrekt animét kaphatunk, bár az nem jó jel, hogy van egy nagyon-nagyon erős Mushoku Tensei ripoff érzete. Emellé egy jó hír, hogy egy komolyabb stúdió rakja össze, az viszont már kevésbé, hogy a light novelje elég gyengén van pontozva. Trash fantasynek jó lesz, talán megérdemelhet egy esélyt.